Figyelem emberek, a hazánk hatalmas veszélyben van, szükségünk van az Ultimate legyőzhetetlen túlélő bajnokra, úgyhogy most nincs lazsálás, fontos, hogy mindenki komolyan vegye a mai tesztünket, nézzük is, válasszuk hát ki, hogy ki a leges legprofibb túlélő bajnok az egész csatornán. Sziasztok srácok, én Viccelek vagyok és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai izgalmas interaktív videóban már kezdhetjük is akkor, azt hiszem mindenki tudja ennek a lényegét, te és én most egymás ellen fogunk versenyezni, nézzük ki fog tudni több megoldást adni jól, úgyhogy kezdjük is az elsővel. Egy pszichopata elrabolta a kicsi Dórát és bezárta a saját alaksorába. A lány egy egész napot sötétségben kellett, hogy eltöltsön, azonban egyszer csak felkapcsoltak a lámpák, és úgy látom, ott már meg is jelent valaki. Pontosan a pszichopata megjelent előtte, és valami van is a kezében, ami nekem nagyon-nagyon gyanús. Játszani szeretnék egy játékot veled. Itt van 3 tányér leves. Ó, hát köszi, pont éhes voltam már. Ó, de hogy ezek közül 2 meg van mérgezve. És csak az egyik biztonságos. Válaszd ki hát az egyiket, és hogyha jót választott ki, akkor szabadon engedlek, de hogyha a rosszat, akkor pár percen belül a méreg végezni fog veled. Lássuk, melyik lehet innen a jó. A bal szélsőben igazából különböző gyógyszerek vannak, a jobb szélső zöld, ez biztos halálos, szerintem a középső lesz a jó. Mert igen, abban gyógyszerek vannak, az nekem veszélyes. Kék lenne benne a répa, nem tűnik túlságosan jónak. A jobb szélső viszont egészséges, vagyis hát biztonságos. Hát igen, ha belegondolok, lehet, hogy egyszerűen csak spenótból készült a leves, és akkor végül is miért ne lehetne zöld. Jól kezdek, akkor ma is eddig egyből 0. Kíváncsi leszek, hogy esetleg nektek sikerült-e. Na nézzük is! Egy új emberrabló került az egyik városkába. Gyerekeket rabolt el a parkban, és végzett velük. Hú, oké, ez nagyon izgalmas, de már mi fogunk kelleni? A rendőrség feltett egy kamerát, pontosabban többet is a parknak az egész területére, és különböző gyanúsítottakat láttak ezen keresztül. A detektív nem mondta el nekik, hogy mivel gyanúsítják pontosan őket, ehelyett megkérdezte tőlük, hogy mit csináltatok a parkban. Nekem már van is egy gyanúsítottam. Claude azt mondja, hogy éppen az unokatestvérének a születésnapjára mentem, és éppen csak a park mellett lakik. Jó, Dana azt mondja, hogy a macskáját kereste, ezen a reggelen szaladt el. Jó, ez még elhihető. Erik pedig azt mondja, hogy egyszerűen csak sétáltam. És a csokoládé az ő rossz szenvedélye, nem is látott erre gyerekeket. Ki lehetne esetleg itt az emberrabló? Hát Claude-nál annyira sok játék van, ami egyszerűen túlságosan sok egy születésnapra, úgyhogy szerintem Claude lehet az gyerekrabló, mert ugye fogja magát és kimegy, különböző játékokkal elcsalogatja a gyerekeket. Nem mondod semmit. Nem mondod! Erik már is védte magát, úgyhogy nem is tudta, hogy igazából gyanúsítva van emberrablással. Aha, hogyha visszatekerünk, akkor pontosan ez történik, hogy a csokoládé az ő szenvedélye, de még csak nem is látta itt a gyerekeket, tehát már rögtön védekezett, hogy gyerekek, én nem láttam semmilyen gyerekeket, nem én voltam, komolyan mondom, úgyhogy még nem is mondták el neki, hogy itt emberrablás történt, és hogy azzal gyanúsítják. Aha, és akkor Erik volt az, mert hogy ő már előre tudta, hogy azzal hallgatják ki, mert ugye ő követte el, na jó. Johnny volt az egyik hajón a matróz. Bezárta magát, véletlenszerűen, tehát hogy valamilyen baleset folytán, és beragadt a hajónak a belsejébe. Oké, innen akkor azt hiszem nehéz lesz kiszabadulni. Sajnos viszont volt egy nagy lyuk a belsejébe, és elkezdett a hajó süllyedni, meg hát először is megtelni még vízzel. Hogyan tudja ezt Johnny túlélni? Aha, hát ugye elnézem, valahogyan be kéne tömni azt a lyukat. Hát a mellényt felveheti, poroltó csak jó valamire, hát gondolom ki kell ütni fölötte azt a cuccot esetleg az ásóval vagy a kapával. Nem tudom, hogyan lehetne ezt túlélni. Bent kell, hogy tartsa a lélegzetét, és aztán megvárni, ameddig a víz teljesen megtelik, és amikor kiegyenlítődik a nyomás, akkor ki tudja majd nyitni azt a csapóajtót. Hát, oké, ez nem annyira nyilvánvaló, és nem is biztos, hogy túlságosan sokat segít. Mármint, hogy fizikailag, hogyha elkezd megtelni egy szoba, az azért telik meg, mert ott hely van a víznek, de amikor elfogyott már a hely a víznek, akkor nem fog már még több víz bemenni oda, és kinyomni majd neki azt az átajtót. Tehát ez szerintem nem volt túlságosan logikus, úgyhogy ezzel védem magam, hogy miért nem találtam ki. Eddig skacok, 3-0. Oké, király vagyok. Jim felesége és lánya már réges-régen el lett egyszer csak rabolva. Ott van egyébként a cumi. Aha, láttam ott egy cumit a földön. A rendőrség nem sokkal megtalálta a halott feleségnek a testét, de a lányét viszont nem. Oké, ez nagyon fura. Miért ölték meg a feleséget, és mi lett a lányjal? A lányát 17 éven keresztül kereste, júj, micsoda sors! És egy nap pedig egy detektív hívta őt fel. Lehet, hogy valamire rájöttek. Nézzük! Jim, megtaláltam 3 lányt, akik közül lehet, hogy ott van a tiéd is. Oké, Jim azon nyomban berohant a rendőrkapitányságra, hát nyilvánvalóan 17 év után már igazán kíváncsi lehetsz rá, hogy mi történt. És miközben pedig lefuttatták az apasági tesztet, Jim elkezdett tippelni, hogy vajon melyik lehet közülük az ő lánya. Hát akkor nem sokára mondjuk kiderül, szóval mindegy is. Ki lehet az ő lánya?
ennyiből kitalálni, hát neki mondjuk zöld a szeme, meg Jimnek is. A zöld szem az lehetséges. Nem is néztem a feleségének, milyen színű volt a szeme, szerintem a középső. Igen. Igen, mind a kettőjüknek zöld szemük van, és ez egy különleges szemszín. És így van, megvan neki a feleségének a hajszíne is, úgyhogy igen, ezt akkor nagyjából így kitaláltam, kb. 50%-os pontossággal. Joey otthon nézte délután a filmeket. Figyelj, egyszerű kis délutáni időtöltés. Egy lánynak a testét találták meg eltemetve egy apartman épületének a hátsó kertjében. Ott laktam, amikor gyerek voltam, mondja ezt nekünk Joey. Oké, ez azt hiszem megint egy izgalmas sztori lesz. Joey azonnal felhívta az apját, hogy elmondja neki, mit látott a híradóban. Hé, hey, szia! Láttad a híradót? Nem! Azt mondja neki egyszer csak egy szó, vissza se köszön, csak azt mondta, hogy nem. Oké, így aztán lehet beszélgetni. A rendőrség talált egy testet abban a házban, ahol mi korábban éltünk. Jaj, ne, ez rémes! Na, nem igazán érdekli az apát. Mi van akkor? Hogy már akkor is ott volt a test, amikor mi abban a házban laktunk? Hát igen, ez amúgy egy érdekes felvetés. Jaj, ne, ez borzalmas. El se tudom képzelni, mit érezhettek a szülők, nem is tudtam igazából végigolvasni, de oké. Okay. Joey elbúcsúzott az apjától és felhívta a rendőrséget. És az apját még aznap letartóztatták. Miért csinálta ezt Joey? Tehát Joey valamire rájött az apjával kapcsolatban, és én szerintem arra, amikor ő felhívta az apját, elmondta neki, hogy találtak egy testet, azt nem mondta, hogy ez egy gyereknek volt a teste, de ő erre azt mondta, hogy szegény szülők vajon mit érezhettek. Tehát, hogy ő mintha már tudta volna előre, hogy ez egy gyerek volt, mielőtt még elmondta neki a Joey. Lássuk, hogy így van-e. Nem mondta el senki az apának, hogy ez egy lány volt. Várjunk akkor, hogy volt a beszélgetés? Ezért biztosan ő lehet a gyilkos. Ja igen, tehát egyszerűen csak azt mondta, hogy egy testet találtak a házban, ahol éltek, és ugye erre annyit mondott, hogy hát kár érte konkrétan. Ja, és itt volt, igen, itt mondta ő azt, hogy el se tudja képzelni, hogy mit gondoltak a lánynak a szülei. Igazából az én megfejtésem sem volt túl messze a valóságtól, de így már ténylegesen a valóságot fedi, mert ő tudta, hogy ez egy lány volt, akiről szó van. Hát igen, ez mondjuk egy sajátossága az angol nyelvnek, hogy a he's meg a her, az így ugye rögtön megkülönbözteti a férfi és a nőnemet. Úgyhogy ja, már abból kiindulva, amit én mondtam, már abból is lehetett látni, hogy az apa volt a gyilkos, meg amúgy is tökre nem is érdekelte az egész. Egyszerűen csak azt mondta, hogy nem láttam, hú, biztos, de rossz lehetett, hát kit érdekel. Úgyhogy igen, bizony ő volt a gyilkos. Ami eléggé durva, így belegondolva. Egy nukleáris bomba robbant fel a mellettünk lévő városban. Hű, hát az nem sokan múlt, hogy elkapja minket, mondjuk a robbanás ki tudja, hogy mennyire hatott a városunkra. Szerencsére el tudtál bújni egy bunkerben néhány másik emberrel. Eltelt egy hét, és elfogyott a víz. Hát ez nagyon-nagyon izgalmas lesz. Az emberek megkértek, hogy menj és keres nekik vizet. Oké, felvetted az egyetlen darab védő felszerelést, és aztán kimentél a szabadba. Sajnos a szupermarketben egyetlen üveg vizet sem találtál. De ehelyett három ötlet is eszedbe jutott. Az első az, hogy addig vársz, ameddig esni fog az eső, ezt a vizet pedig összegyűjtöd, oké. A másik az, hogy a csapból fogsz majd vizet engedni kint, és esetleg ezt fogod akkor összegyűjteni. A harmadik pedig az, hogy a folyóból fogsz vizet szerezni. Melyiket kéne választanod? Az esővíz szerintem biztos nem jó, mert egy nukleáris robbanás után az esőben ugye már benne lesz ez a cuccos. A folyó, hogyha a város felől folyik, ahol robbant, akkor az se. A csapvíz, hogyha egy másik hálózatról folyik, akkor az talán még lehet biztonságos. Én a csapvizet választanám. Ja jó, azt hittem, hogy ez lesz a megoldás. Nem, ahogyan mondtam is, radioaktív lesz az esővíz. Túlságosan rizikós a csapvíz, mert nem tudod annak a forrását, ez fura. Harmadik pedig, hogy a robbanás irányába folyik a folyó, úgyhogy ez egy jó megoldás. Hát erre nem gondoltam. Amelyik irányba folyik, arra tudja ugye csak átvinni a víz azt, ami benne van. És így mi igazából tiszta vizet viszünk a radioaktív város felé, úgyhogy nem mondod. Gyerekek, ez a valaha volt legnehezebb túlélő teszt szerintem. De legalábbis én eddig szerintem 5 feladvány volt, talán vagy 6, eddig egyet vagy kettőt találtam ki maximum. Ez most valahogyan borzasztó nehéz, annyi mindenre kell figyelni, hogy konkrétan egy pillanatra sem szabad pislogni sem. Úgyhogy jó. Most ezt komolyan veszük, a következőt nyitott szemmel fogom végig figyelni, még csak pislogni se fogok. John bement a kórházba egy nagyon súlyos szív problémával. 3 heted van hátra, hogy nem fogunk neked találni egy donort. John tudta, hogy van neki egy felnőtt fia, Oliver, de még sosem látta őt. John felkeresett, felbérelt a detektívet, hogy megkeresse a saját fiát. Aztán pedig a detektív eljött Johnhoz, most közben nézzük a hátteret is, hogy mit látunk. Megtaláltam, holnap ide fogom neked hozni Olivért. Oké, de légy szíves, ne mondjál neki semmit, és egy nagy zsák pénzt ad neki. Csak mondd meg nekem a címét, és nagyon jól meg foglak fizetni. Aztán pedig a detektív azonnal értette, hogy mit kell tennie. De valami ezzel kapcsolatban neki problémásnak tűnt. És nem volt hajlandó elmondani a címét, de miért? Tudja, hogy ott van a fia valahol, holnap jön, adja meg a címét, el akarja rabolni. Hát persze, hát egy szívátültetésre vele fog halni a másik ember. Hát akkor ő egyszerűen csak el akarja rabolni a saját fiát, hogy a szívét kivetesse valakivel, biztos ez a megoldás. Igen.
Ja, hát ez nyilvánvaló, hát ez nem volt nehéz kitalálni. Ennyi az egész? Na, végre egyet eltaláltam. Az eddigi leges legkönnyebbet. Hogyan tudod túlélni az extrém magasból való esést? Hát alatta, hogyan látom, nem tűnik túl veszélyesnek az érkezés, vagy egyszerűen csak megkapaszkodsz abban, ami ott van alattad ez a kötél. Szerintem a kötélbe kell megkapaszkodni. Hát, ja, próbálj bármiben megkapaszkodni, amit csak látszott a kötél, ott van az is. Hát ja, próbálsz lassulni, aztán pedig a végeredményben, amire ráérkezel, az is egy kicsikét vissza tudnék fogni, bár hogyha az üveg, akkor az fájdalmas, de oké, akkor ezt megoldottuk. Kicsikét hajlítsd meg a térdedet becsapódáskor, és tartsd őket összezárva, és próbálj a lábujjhegyeidre érkezni. Mindenképpen takard a fejedet a kezeiddel. Oké, ez amúgy tényleg tökre logikus, meg hasznos tudás is lehet. Meg fogja védeni a fejedet attól, hogy esetleg becsapódjon. Oké, hát nyilván a fejedet kell védeni. És hogyha pedig túlélted, akkor igazából szerencsés vagy. Ja, és amint leestél, feküdj le és maradj úgy, és még csak meg sem mozdulj, mert hogyha bármilyen törésed vagy belső vérzésed van, akkor a legesleg veszélyesebb az, hogy elkezdesz mozogni. Na oké, akkor ez szó szerint egy túlélő teszt volt, egy tip volt, hogyan kell túlélni bármit. Ez, skacok, igazán hasznos volt, meg kell hagyni, úgyhogy ennyi a vicce. A csatornán minden van. Egy rendőr megtalálta Lénát az utcán, hoppá, és bevitte őt a kórházba. Gyanús, és még a hú is esik. 2 év körül lehetett, és még beszélni sem tudott. Aztán pedig 3 ember megérkezett, és mindenki azt mondta, hogy ő Lénának az apja. Oké, nézzük az embereket, hogy néznek ki. A doktorral a rendőrséget hívta ugye segítségért, és mindannyiukat kikérdezték. Annyira izgultam, felhívtam az iskolát, de nem tudták, hogy hol van. Clark egy kamus, mert 2 évesen még nem járhat iskolába. Éppen sétáltunk a kutyával a parkba, egy percre fordultam csak el, és addigra ő eltűnt. Eric ezt mondja, oké, ki tudja. Ötletem sincsen, hogy miért rohant el, de kedvesem, hoztam neked egy új telefont. Ki lehet az igazi apa? Eric lesz az, mert a Clark szerint már iskolába jár a gyereke, ami már azonnal egy rossz dolog. Roy pedig miért adna egy vadi új telefont a 2 éves gyerekének? Eric lehet csak is az, aki a kutyáját sétáltatva, hát véletlenül elvesztette kislányát. Igen, még csak nem is tud beszélni, úgyhogy nyilván túlságosan is fiatal még az iskolához, ez oké. Egy ajándékkal akarta magához hozni, úgyhogy Eric volt az bizony, az igazi apa. Bár az más kérdés, hogy miért hagyta el a kislányát úgymond útközben. Ki az apa? Laura, menjünk haza. Laura, anyuka már vár téged. Ki lehet az igazi apuka? Játékot ad neki, vagy nyalókát? Hűha! De hát ugyanúgy néznek ki. A baloldali az apa! Mert látjátok a kitüntetést a kislánynak a mellén? Ez egy ilyen rendőri ruha, és az apukánál pedig van egy pirincs. Úgyhogy minden bizonyal együtt játszottak, valamilyen rendőröset játszottak, amikor elment. Szerintem ő lesz az igazi apuka, de skacok, írjátok meg kommentekben, ti mit gondoltok. Úgy, skacok, ez lett volna mai túlélő tesztem számotokra. Igazából szerintem borzasztóan nehéz volt. Ennyire nehéz túlélő tesztet még eddig sosem láttam. Vagy egyszerűen csak nagyon-nagyon béna voltam. Az biztos, hogy a 6-ból, 8-ból vagy 10-ből nem is tudom mennyi volt, kb. Csak a 20%-át találtam, és akkor lehet, hogy még sokat is mondtam. Úgy, skacok, most tekerjetek le a kommentekhez, és írjátok meg azt első körben, hogy nektek mennyit sikerült a maiból megoldani, és hát meglátjuk, hogy ki volt az ügyesebb, ki volt a profibb, én vagy te. Túl sok reményt a mai összecsapáshoz nem tudok fűzni sajnos. Valamint írd meg azt is kommentekben, hogy szerinted melyik volt a megoldás, tehát hogy ki volt a valóságos apja Laurának az utolsó klipben. Ezeket is írjátok meg kommentekben. Én ugye elmondtam az én véleményemet, de kíváncsi vagyok, hogy ti hogyan gondolkodtok. Úgyhogy wow, azt kell mondjam, tényleg egy nagyon izgalmas videón vagyunk túl ma is. Úgyhogy mindenképpen csapatok egy lájkot akkor, hogyha élveztétek, valamint érdekelniteket több ilyen túlélő tesztes videó is. Ez már kb. A 11. rész lehet, vagy 12. Én ezeket tényleg imádom, szanaszét adom, szinte az egyik legizgalmasabb az egész csatornán, az a túlélő tesztes sorozatom. Úgyhogy remélem, hogy titeket is még érdekel ebből folytatást, tényleg csapjatok szét a lájkokat, hogy érdekelni titeket, valami ne felejtsetek el csatlakozni a csaphoz, az iratkozatok fel rá, nyomjátok be a kis csengőt is, ezt nagyon jól tudjátok, és nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megteszitek. Lényeg a lényeg, köszönöm a figyelmet, skacok, nem sokára ismét találkozunk, addig is további szép estét, további szép napot, további jó gondolkodást, hogyha esetleg még gondolkodtok ilyen túlélő teszteken, és hát sziasztok!